Kedves gyülekezet, Isten áldjon meg benneteket. Nagyon rövid leszek, hisz nekünk menni kell. Reggel óta úton vagyunk. De nagyon nagy szeretettel jöttünk hozzátok is. Úgy hiszem azt, hogy Isten áldottai vagytok. Én úgy érzem a szellememben, hogy Isten egy ébredést fog elindítani mindenki életében. Ehhez ti kellettek, tesóim. Ehhez te kell lesz ott a helyeden. Ehhez te kell lesz, hogy felgondold, meggondold azt, hogy mi kedves és mi jó és tökéletes akarata az Istennek. Drága tesóim, amikor Isten imádod, emeld fel a kezeidet. Én érzem magam, hogy kicsit testszagom van már, de akkor is fogom Istent imádni, és nem szégyellem, és nem érdekel semmi, mert az az Isten, akit szolgálok, elfogad úgy, ahogy vagyok. Drága tesóim, ti ott lehet, hogy hát nem érzitek, de lehet Zolikát leveri. Viccelek. Roma beliekhez itt levélre szeretnélek titeket köszönteni az első rész pár versével. Azt mondja Pál apostol, Pál Jézus Krisztusnak szolgálja, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő profétái által a Szentírásokban. Az ő fia felől, aki a Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint, a halálban való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért, kik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, mindenkinek, akik Ibrahimban vagytok, Isten szerelmesének, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Drága tesóim, ki az az Isten, akinek szolgáltok? Jézus! 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 Még egyszer, ki az az Isten, akinek szolgáltok? Jézus! Drága tesó, ez az Isten jelen van, ha nem érted, valami baj van. Nem Istennel van baj, nem az ő jelenlétével van baj, hanem veled. És ezt nem kárhoztatásképp mondom, hanem csak figyelmeztetés. Isten jelen van. Mi, akik itt vagyunk, 16 éves korunk óta megtértünk, átadtuk az életünket az Úrnak, mi érezzük. Mi belőlük nőttetek ki, mi nőttünk ki belőletek a szolgálatotok által. A hitetek példa volt a mi számunkra. És nektek példát kell mutatni. Nektek meg kell állni. Nektek erőseknek kell lenni. És ti vagytok az a gyülekezet, akiből sok-sok gyülekezet felépült. Akiből sok-sok szolgáló felépült. És nektek menni kell és hirdetni kell az evangéliumot. És tűzre van szükségetek, keletre van szükségetek, életre van szükség. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy serkenj föl, te aki aluszol a halálból, és felrenő neked a Krisztus! Drága tesóim, hajtok tovább. Kolosszé 3. Intés mennyei érzületre és keresztény életre. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal. Hallottátok, hogy mondja Pál apostol? Ha feltámadtatok a Krisztussal. Az odafelvalókat keresétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is fővele együtt megjelentek dicsőségben. Figyeljétek! Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, parázdaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régen, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van, annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, tesó, nagyon örülök, Isten szereti a cigány népet, és büszke vagyok arra, hogy cigány vagyok. Büszke vagyok, és kimondom az egyetemen, kimondom a munkahelyemen, hogy cigány vagyok, és büszke vagyok a hovatartozásomra, és te is légy büszke rá.
ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéltelenség, idegen, szkítai, szolga, szabad, hanem minden és mindenkor Krisztus. Öltözzétek fel azért mind az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szerítséget és hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, ez ami igazán nektek szól, ezt kaptam az Úrtól. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek a kötele. És az Istennek békesség uralkodik a ti szívetekben, amelyre el is hivatottatok egy testben, és háladatos a kegyetek néki. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengerezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Drága tesóim, Isten szerelmesei vagytok. Fontos az, ahogy Peti elmondta, hogy ne Isten, Istennek ne a kezeit keressük, hanem az ő arcát. És ha nem találkoztál Istennel, lehet, hogy leéled az életedet itt a gyülekezetbe. Lehet, hogy kimész a gyülekezetből, elérsz a sarokig, és elüt egy autó, és mész a pokolba. Ha Isten szelleme nincs benne, akkor nem mész az Isten országába. És mosolyoghatsz, és nevethetsz, és gondolhatsz minden rosszat. Gondolhatsz mindent, és lehet csúfságot űzni az Isten igéjéből. Amen. Viszont ha Isten igéjét nem tiszteled, bemész a pokolba. Az örök kárhozatra. És hiszem azt, hogy az, ki ezen a helyen van, szellemi ember. Hiszem azt, hogy nem azért jöttünk el, hogy eltöltsük az időt, hanem azért jöttünk el, hogy Isten tüzét vegyük az életünkben. Isten akar veletek valamit. Isten azt akarja, hogy az életetek felépüljön. Azt akarja Isten, hogy szellemi papsággá felnőjetek. Szent nemzetté felnőjetek. Megtartásra való néppé felnőjetek, mert fel kell nőni erre is. Az ige ott van a zsidókhoz írt levélben, viszont én azt gondolom, hogy fel kell nőni mindenhez. Ti Istennek kiválasztottjai vagytok, edények vagytok. És amikor Isten elkezdi formálni az ő edényét, hány kézzel dolgozik? Kettővel. Isten nem csak a külsődet akarja megformálni. Isten nem csak azt akarja, hogy kívülről látszódjunk, kívülről látszódjon az, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy amikor megkérdezik a hívők, hogy te hívő vagy? Igen, az vagyok. De tudod, tesóm, az Isten, az az Isten, akit én szolgálok. Az az Isten, aki a Biblia Istene. Nem csak kívülről akar téged megformálni, hanem azt akarja, hogy a te bensőd ki legyen pucolva. Hogy a te bensőd őt dicsőítse. Hisz amikor eljön a tűz, a keresztség tüze. És ha nem tiszta a belső, megég az az edény, és eltörik. És az van megírva az igében, hogy ezt az edényt már Isten nem tudja újból újraformálni, hisz eltört. Azt az edényt tudja Isten újraformálni, aki engedi magából, hogy kivegye. Még nem mész át a keresztség tüzén, a Szent Szellem tüzén, abban a tűzben, amiben Peti újjászületett. Január 16-án. Amíg nem mész át ezeken a dolgokon, Isten nem tud használni, nem tud betölteni. És ezen a helyen hatalomnak kell lenni, ezen a helyen erőnek kell lenni, ezen a helyen gyógyulásnak kell lenni, ezen a helyen fel kell és szabadulj, és dicsérd az Isten. A 133. Zsoltár talán azt mondja, hogy mi jó és mi gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt vannak. Hisz oda küldi áldás az Isten, ahol egységben vannak az atyafiak. Nagyon tetszett testvérem a szolgálatod. Isten olyan mélyen akar téged használni. Akarja azt Isten, hogy emberekhez menj el és hirdesd az ő nevét. Isten nagyjá akarja tenni az ő nevét a te életedben. És én hiszem azt, hogy sok-sok ember életében nagyjá akarja tenni Krisztus az ő nevét. Hiszem azt, hogy meg fog mozdulni Ibrán. Hiszem azt, hogy el kell, hogy induljon, fel kell, hogy álljon, erőt kell, hogy vegyen magán, és azt mondja az ige, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. És mit mond utána? Hanem lesztek nékem tanúim, mint Jeruzsálemben. Hogy van ez szép? Mint Júdeában, mint Szamáriában, és a Földnek mind végső határai. Ibránytól elkezdve, Nagyhalásztól elkezdve. Kell az Isten?
Kell. Kell az ő ereje? Amen. Kell az ő tüze? Csak imád őt. Csak imád őt. Semmit nem kér. Azt mondja az ige. Csak imádókat keres az Isten. Azt akarja Isten, hogy imád őt. Leborulva, sírva, kacagva, ugrálva, felemelve a kezedet, akár a helyeden ülve. Csak imád őt. A szíved legyen tiszta. A szíved legyen tiszta az Isten előtt. Mi ugyan így voltunk, mint ti, és kimerem ezt majd ejteni a számon. Ugyan így, és éreztem azt, hogy valami nem működik. És vettük az igét, az Ézsaiás 58-at, miszerint a bőjtről beszél, hogy mit csinál, mit szeret, milyen bőjtöt szeret az Úr. Egy héten keresztül ott voltunk minden nap az Istennél. 5 órakor este összegyűltünk, 10-11 órákig voltunk együtt, és csak imádtuk Istent. Nem kértünk semmi más, tesóim. Csak azt, hogy Isten legyen közöttünk nagy. Isten az ő nevét tegye nagyjá közöttünk. Arra vágytunk, hogy Isten megáldjon bennünket. És hidd el, hogy lehet, hogy te valami másra vágysz. De Isten teljesen másképp akar neked, mást akar neked adni. Az ő terve teljesen más a te életedre, mint amit te elgondolsz. Hajtsd meg az értelmedet Isten előtt. Hajoljon meg az értelem. Azt mondja a 130. Zsoltár, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szemlevét. Értitek az igét? Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Na ugyanígy, ahogy Dávid parancsolta lelkének, parancsolta testének, te is parancsolj ugyanígy, és mondd azt az értelmednek is, ami itt van, hogy hajolj meg. Értelmem, áldjad az Urat. Hajolj meg a Jézus Krisztus nevében. És meg kell, hogy hajoljon a tested. Meg kell, hogy hajoljon a lelked. Meg kell, hogy hajoljon az értelmed. Mert ha innen jön, hiába valóság. Ha innen jön, semmit nem ér. Ha innen jön, olyan, mintha hazamegy, semmit nem tennél. Isten igéje élő és ható. Isten igéje nem változott meg. Te megváltozol a helyeden. Hiszen, mert formálódunk, és ahogy minden nap megyünk Isten trónusához, megváltozunk. Mert kell, hogy megváltozzunk. Kell, hogy a mi életünk Krisztusra mutasson. Ez a gyülekezet Krisztusra mutat. A vezetőitek Isten emberei. Ezek a vezetők Istennek a szolgái. Tesóim, kevés a vezető. Kevés a vezető. Ire te rátok is szükség van. A népre is szükség van. Nektek evangelizálni kell. Nektek hívni kell egy embert. És azt mondtuk a gyülekezetbe a vezető. Tesóim, ne megyünk senkihez. Te, aki ott vagy a helyeden, jövő héten hozz magaddal egy embert. Hozzál magaddal egy embert. Te felelsz. Te felelsz az emberekért. Nem a vezetők, nem csak a vezetők felelnek. Az a pásztor, aki ott ül, igazán azért felel, hogy egy evangélium, egy igazi, egészséges tanítás jöjjön ki az Isten népére. Hogy egészségesen te legyen tanítva a nép. A te feladatod, ott, ahol ülsz a helyeden, az, hogy menj el, és hirdesd az evangéliumot. És mondd azt az embereknek, hogy Isten szereti őket. És nem a bűnre tekint. Mert az van megírva a római levélben, hogy minél nagyobb a bűn, annál jobban bővölkedik a kegyelem. De azt is mondja a 6. rész első versében, hogy vajon megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen! Távol legyen! Távol legyen! De Isten kegyelmes! Ott van rajta Jézus. Látjátok? Én nem látom rajta. Ne feszítsük meg még egyszer az Urat. Nem fog még egyszer megfeszülni. Ne akarjuk oda feltenni. Imádd őt! Azért szállt le a keresztről, hogy te itt újjon neki. Hogy te dicsérd az ő nevét. Hogy te magasztald az ő nevét. És menj el a Golgotához szellemben. Menj el a Golgotához szellemben minden imádságod során. Hajtsd meg az értelmedet. Hajtsd meg a lelkedet. Hajtsd meg a szellemedet Isten előtt. És mondd azt neki, hogy Uram, tégy velem azt, amit te akarsz. És higgyétek el, hogy oda van érve, az tényleg úgy van. Elvégeztetek. Mire van szükséged? Anyagi áldásra van szükséged? Ezt csak keresd Isten arcát. Mire van szükséged? Gyógyulásra van szükséged? Előbb keresd Isten arcát. Mire van szükséged? Azt mondja a Filippi 4:6-7, hogy semmi felől ne aggódj.
módja, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Jézus Krisztusban. Én megtanultam meghajtani az elmémet. Volt az a kezdetén, hogy innen jött. Próbáltam, hogy jöjjön, innen jött a sor. Egyetemi végzettséggel azt mondom, hogyha nem hajtja meg az ember a fejét, nem hajtja meg az értelmét Istennek, a pokolba jut. A pokolba jut. Meg kell, hogy hajtsd az elmédet Istennek. Az a király, aki ott ül ma fent a mennybe, az a király, aki ott ül az Atyaisten jobbján, nem az eszeseket keresi, hanem a tiszta szíveket keresi. Az igaz imádókat keresi Isten. És akarjuk, hogy Isten helyreállítsa a gyülekezetet? Amen. Akarjuk azt, hogy Isten jelek által nagyját tegye az ő nevét Ibrányba? Akarjuk? Amen. Hány embertől hallom? Akarjuk? Amen. Akarjuk, tesóim! És akkor Jézus megkérdezte az egyik betettő, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mit mondod? Akarom, tisztulj meg. A szíved legyen nyitott. A szíved legyen tiszta. És Isten fölemel. Ott ültök hátul. Lányok, tiszta szívemben mondom. Isten titeket keres. Amen. Isten titeket keres. Isten titeket keres. Olyan szolgát akar belőletek faragni. Egy olyan katonát akar, aki nem elegyedik bele az életet a dolgaiba, hanem megáll és azt mondja, hogy bátran felemelem Jézus nevét. És bátran kihirdetem Jézus nevét. És azt fogjátok mondani, hogy Jézus él. Amen. Amen. Jézus él. Hangosan. Jézus él. Még egyszer. Jézus él. Jézus él. Tesóim. Jézus él. Jézus itt van. Jézus a szívedben van. Isten szeret benneteket. Istennek a hatalmas áldását kívánom a gyülekezetre. És igazából csak bátorítani szerettelek volna titeket. Ne a kezeit, hanem az arcát. Amen. Ne a kezeit, hanem az arcát. Örülök, hogy ilyen testvérekkel szolgálhatok együtt. Köszönöm, hogy a mai napon részesei lehettetek annak az alkalomnak, ami nagyházban volt. Hiszem azt, hogy ébredés történt nagyház szívében. Ugyanígy itt is ébredésnek kell lennie. Amen. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. És őrizzen meg titeket a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Legyetek áldottak, tesóim.